Az Andóza vagy más néven Stark Red Gold nektarinomat szeretném bemutatni önöknek. Ez az Egyesült Államokból származik, és augusztus 4. hetében érik. Úgy szabad gyökerűen, mint konténeresen, és mint előnevelt, már a termőre fordulás küszöbén álló koros konténes formában meg lehet vásárolni a kertészetemből. Most október vége van, tehát a lombulás az nagyon szépen már elindult ennél az Andóza nektarin fácskámnál, gyümölcsfa oltványomnál, gyümölcsfa csemetémnél. Ami nagyon fontos, és különösen hát ugye nagyon sokaknál, akiknél a nektarin vagy őszi baraszki, a kora-tavaszi fagyok így sokszor kárt tudnak tenni a növényeinkben, az ültetvényeinkben, hát jó hír, hogy ez egy középerős növekedési, de ugyanakkor hidegtűrő nektarin fajtánk, tehát érdemes, aki hát ettől fél, vagy picit ilyen fajzugos, vagy kora-tavaszi fagyokra hajlamos mikroklimájú környéken élet van a kertje, hát annak érdemes elgondolkoznia ebben a nektarin fajtában. Gyakorlatilag egy nagy gömb alakú termése van, rendkívül finom, úgy friss fogyasztása, mint feldolgozása fel lehet használni. Sőt, hogyha most megnézik, és fölemelem, akkor lehet látni, hogy mennyire nagyon szép vastag, látják, éppen hogy csak így átérem egy kezemmel, mennyire szép vastag a törzse gyakorlatilag ennek a vadőszibarac magoncon nevelt Andóza nektarinnak, úgyhogy kérem szépen, aki azon gondolkozik, hogy hát nem szeretne már várni, hanem szeretne egy olyat, ami adott esetben már a következő évben terem, annak kérem szépen ilyen előnevelt koros konténes fácskákkal állok a rendelkezésére.